Sziasztok! Csinálok majd olyan videót nektek, ami a Ildikó megkérdezte tőlem, hogy nem csinálok neki a tesójának egy sminket, mert lesz a szallagtűzője, és gondoltam, hogy csinálok akkor videót arról, hogy szallagtűző smink. Állítólag ez bármilyen ruhához fog menni, nem csak a pezsgőszínű ruhához, szóval ez jó lesz másnak is, ha lesz a szallagtűzője. Meg azt is akartam, hogy ha nem akarod ilyen erősen, akkor ne rakja olyan sokat, hogy ne többször rakja az ecsetet a színekbe, hanem csak egyszer, és ennyi, vagy világosabb színeket tudsz használni. De azért remélem tetszik neked, és amúgy is, ha szallagtűző vagy valami ilyesmi dolog, akkor nem akarom túl natúr sminket, de kinek mi tetszik. Volt valami... Ja, hogy ne, azért csinálom most, mert nem biztos, hogy később fogok ráérni, mert hogy jön a baba, meg minden, így nem biztos, hogy lesz időm. Szóval ezek a Halloween-i sminkeket is fogom megcsinálni, de így apránként, hogy akkor lehet, hogy egyet minden héten, nem tudom még, hogy fog időm lenni, meg minden, de azért megpróbálom. És ha akartok látni ilyen dolgokat, akkor szóljatok, írjatok rám, majd ott lent inkább írjatok, hogy milyeneket akartok, mert Facebookon nem mindig kapom meg az üzenet, és tudom, hogy mutatja, hogy néztem, mert sokan is mondták, hogy miért nem írok vissza, ha már megláttad. Nem néztem, hanem csak úgy kijelezte a Facebook, hogy láttam, de közben nem láttam. Szóval nem tudom. De hát inkább itt lent írjatok, és akkor úgy meg biztosan meglátom. Máshogy nem biztos, hogy fogom látni. De amúgy, ha akartok oda is jönni, akkor az se baj, csak nem mindig vagyok fent, mikor mondja, hogy fent vagyok, akkor se. Mert a telefonomban is be vagyok jelenkezve, és így, ha értitek, hogy nem mindig szokod, hogy hívják. Nem vagyok mindig fent, csak ha visszérek, akkor fent vagyok. Ha nem, akkor nem vagyok fent. Meg van olyan, hogy ha felrakok egy videót, akkor csak azért mentem fel, hogy felraktam, aztán kész, aztán lejöttem róla, hogy nem maradok fent sokáig, mert arra sincs időm, hogy azt csináljam mindig, de ha van időm, akkor persze, hogy fent vagyok. Oké, az első dolog, amit fogunk csinálni, úgyis hát az alapozó már megcsináltam, szóval ha nem tudod, hogy kell, mert fotókok biztos lesznek, vagy videózás, vagy valami, van egy külön videóm, ami lent belinkelek, meg minden, hogy fotókos smink, hogy az hogy néz ki, és akkor tudod, hogy miről beszélek, hogy többet. Utána most már a szemhelyünket ilyen fehér ceruzával fogjuk össze-vissza. Nem össze-vissza, de azért oda kenjük. És nem muszáj tökéletesen, mert úgyis az ujjunkkal fogjuk szétkenni. Csak az a lényeg, hogy mindenhol rajta legyen. És a szemöldök alatt. Még meg itt lent is lehet. Na, oda is rakunk szín. Ez azért jó, mert hogyha nem fogja elfolyni a sminked, mert ehhez ragad. Oké. Na. Most csak érzékeny a szemem, mert ma nem tudom miért, de... Ja, szóval ha úgy néz ki, hogy sír, közben nem. Oké. Második dolog, amit fogunk csinálni, hogy egy ilyen puffos ecset. És... hogy mutassam. Ezt a színet használunk. Egy ilyen nagyon világos... csillagos színet, meg egy sötétebb, ilyen barnás, aranyos, arany, meg világos színet fogunk használni. Szóval, ha van aranyszín, akkor bármilyen aranyszín, meg egy világosod. Azt előre fogjátok rakni. Így. Meg hát gyorsan fog menni, ha begyakoroljátok. Az egészre jó. Oké. Utána a világos színet meg pont elő. Ezek kinyissa a szemünket. Úgy.
Azután, nem meg gondolkozok, hogy mit csináltam ezen a teben. Nem ez egy puffos ecsettel, hanem egy ilyen férde ecsettel, tehát így néz ki. Így. A sötét barnával, bármilyen sötét barna, ami van. Ha nem akar a túl sötét, mint ez az oldal, akkor nem túl sötét barna, hanem ilyen közepes barna használja. És mintha a V betűt csinálnék itt. De azért akarod, hogy ez a vonal itt a hajlatban, hogy az erősebb legyen, mint tudod, hogy mintha csak ki... Ah! Hogy hívják azt? Kisatírozni azt. Amúgy is fogok kisatírozni, de azért legyen ott az a vonal. És kifele fogod satírozni így. Utána visszamész a puffos ecsetteddel, és ezt dolgozod. Kell, akkor oda visszarakhatsz még egy kicsit az a világos színből, meg az arany színből, ha nem, ha túl sötírozted lefele, mert felfele akarok, nem lefele. Aztán az olyanat tudod formázni, amilyen ezt csak szeretnéd. Aztán egy fehér csillós világos izét fogunk a szemöldök alatt rakni. Ami ide raktunk, az ilyen, az is olyasmi, mint a fehér lenne, csak nem annyira fehér, hanem ilyen rózsaszínes. Okay. Várjál. Hol van ez az ecset? Ja, itt. Még egyszer ez az ecsettel fogunk azt a sötét barnát, meg vagy egy csillagos barnát itt lent levinni. Utána a fekete szemceruzánk. Alul meg felül fogjuk kihúzni. Alul egy kicsit vastagabb legyen itt kívül, aztán mikor belülmész, akkor ott meg kicsit kisebb. Meg felül is, ott meg vékonyabb legyen, vagy vékony vonal legyen ott. Meg így is hagyhatod, vagy csinálhatsz olyan, hogy hülyek, kihúzod. Nekem ez jobban tetszik, meg hát jó áll a szememnek. Én nem tudom, hogy neked hogy néz ki a szemed. Szóval nem tudom mondani neked, hogy ez jó lesz neked, vagy nem lesz jó, de ha kipróbálod, úgyis le tudod törölni, ha nem tetszik. De ha tetszik, akkor meg jobb, mi? Utána a fekete púder egy ilyen egyenes ecsettel fogunk oda menni a vízvonalba, hogy akkor mind egész nap meg minden ott fog maradni. És csak egy sima feketével. Okay. Most már a szemöldökünk ki. Vizeljük, hogy hát nem muszáj, de hát az enyém ilyen így néz ki, és én meg így szeretem. Szóval én egy barnával fogom.
Attól is függ, hogy milyen a hajszíned. Na, ha szőke vagy, akkor nem akar, hogy túl sötét barna legyen. Meg ha, meg ha fekete a haj, akkor nem akar, hogy túl világos legyen. Na. A másik dolog, hogy a pirosító nem fogok magamra rakni, mert azt is, hogy nem tudom, hogy nekem milyen a bőrszíned pontosan, szóval amilyen pirosító használsz, vagy amit szoktál használni, akkor azt használjad, ha én észrevettem, hogy nekem ilyen halvány kis fehér bőröm van, nekem jó az a nagyon világos rózsaszín, vagy egy ilyen narancsos, nem túl narancs, de azért egy kicsit narancsos színű. Ha neked is olyan, akkor olyasmi, és én, én ezt használnám, ha mondjuk, ha olyan fehér vagy, mint én, akkor ezt a színet, és ez pedig Love and Peach. Akkor tisztáltad, így néz ki a csomag, de ott van a neve valahol. Nem tudom, nem fog felvenni a gép, de mindegy. Az a lényeg, hogy olyasmi színű jó lesz ahhoz, és ne rakjál túl sokat, csak tudj nagyon kicsit. A szánkra. Gondolom, hogy nem nagyon szereted, hogy senki nem nagyon szereti, hogy nagyon erős a szája, szóval ilyen nude szájat fogunk csinálni. De annyira, hogy még nem is kell hozzá a kontúrceruza. Ez az Essence Travel Essence in the Nude 52. Na, ezt rakod mindenhol. Most már mindig meg vagyok fázva. Nem akar elmúlni. Aztán egy ilyen barnás, arany színű szájfény. És akkor kész. Remélem, ja várj, a szempillaspirál, nem vagyunk kémikész. Bocs. Begöndörítjük. Így. Aztán most jön a szempillaspirál. Csinálsz vagy 100 réteget. És csinálhattad. Oké. Na. Ez az a smink, amit én szerintem jó lesz a szallagtűzőnek, a bárkinek ráadásul, nem csak aki fognak szallagtűzőre menni, hanem aki tudja jönnek látogatni, meg ilyesmi, vagy tud megnézni, mert gondolom olyan is van. Szóval ez jó mind a két embernek, hogy aki ott van, aki nézem, meg tőle, aki ott ül, hogy várja virágokkal. Ha nem tetszik a színek, vagy ha mondjuk rózsaszín van a ruhádban, vagy lila, akkor raksz egy picit abból, és akkor teljesen másik smink lenne. ja, szóval ennyi. Remélem tetszett nektek ez a videó, tudom, hogy kicsit hosszú lett, bocsánat, de remélem tetszik a videó, meg hogy segíteni tudtam nektek. Na, sziasztok!